Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy nehéz témát hoztam. Azért hoztam ezt a nehéz témát, mert olyan időket élünk, amikor erről fontos beszélni. A időminőségek, ugye asztrológus volna a fő foglalkozásom, tehát én az időminőségekkel foglalkozom, és azzal, hogy a Szaturnusz a bakjelben van, ez azt jelenti, hogy komoly dolgokról komolyan kell beszélni. Nem sírva, nem depisen, lehet hautázva is, de a lényeg, hogy komoly dolgokról beszélünk, és komolyan beszélünk róluk. Az 1800-as évek végén megszületett Carl Gustav Jung, akit én nagyon nagyra becsülök, és azt gondolom, hogy elévülhetetlen érdemei vannak a pszichológia és a pszichiátria területén. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy Sigmund Freudnak nincsenek, vagy Adlernek, vagy a többieknek. Jungot szeretném én most itt hangsúlyozni, és különös tekintettel azért, mert ő az, aki először beszél az úgynevezett árnyék személyiségről. Az árnyék személyiség az a személyiségünk azon része, amellyel nem akarunk szembenézni. Tehát mindaz, amit nem akarunk magunkban elfogadni, vagy azért, mert mi nem tekintjük megfelelőnek, vagy azért, mert mások elvárják tőlünk, hogy azt a részünket megtagadjuk, ez a részünk a tudattalamba van elnyomva, és Jung őt úgy hívja, hogy árnyék személyiség. Hogy ne legyen a dolog ennyire súlyos, egy jungiánus lelkész volt dr. Gyökösi Endre, református lelkész, aki viszont a Magunkról magunknak című könyvében nagyon kedvesen úgy hívja az árnyék személyiséget, hogy a sötét fele barátunk. És ez annyira szép, és annyira feloldja ennek az egésznek a kicsit ilyen tragikusnak hangzó hangulatát. Nos, miért érdekes ez? Miért kell nekünk ezzel foglalkozni? Nem jó az ott a sötétbe? Hát elnyomtuk kész, tudni se akarunk róla, ráültünk a saját szemetes, lelki szemetes kukánkra, és akkor kész, ott van, nem? Az a helyzet, hogy a teremtésben mindennek joga van megnyilatkozni, mindennek joga van megnyilvánulni. És miután mindennek joga van megnyilatkozni és megnyilvánulni, ennek következtében ezeknek az elrejtett dolgainknak is előbb-utóbb napvilágra kell törni. Csak ha nem mindegy, hogy én magam nyitok ajtót neki, és egyengetem az útját, a visszatérését önmagamhoz, vagy pedig úgy jelenik meg az életemben, mintha valami démonikus befolyás lenne, és közöm nincs hozzá, elv alapján jelenik meg. Az árnyék egyik nagyon fontos megnyilatkozási formája a projekció. Azt jelenti a pszichológia nyelvezetében, hogy azt, amit nem akarunk magunkban elfogadni, vagyis az árnyékot, azt rávetítjük egy másik emberre, vagy tömegekre, mindegy. Tehát mindenféleképpen kivetítjük a külvilág bizonyos objektumaira, és onnan, ez azért nagyon fontos, mert tovább szíthatjuk ezt a részt, hiszen azok a szereplők, akikre kivetítettük, azon keresztül lehet utálni az önmagunkban elfeledett, illetve elnyomott árnyékot. Nem tudom, hogy érthető. Elég bonyolult és nehéz a téma, úgyhogy megpróbálom majd egy picit másképpen is elmondani. Minden egyes ember az Isten képére és hasonlatosságára született. Ennek következtében egy egység. De az ember arra adott szabad akaratot, vagy bocsánat, az Isten arra adott szabad akaratot az embernek, hogy ezzel az egésszel azt kezd, amit akar. És mivel a dualitás, tehát a kettőség világában vagyunk, és eleve van fény és árnyék, ezért azt a részünket,
amelyet kedvelnek tartunk, vagy kedveltnek tartanak a szüleink, vagy a szerelmünk, vagy a külvilágból, ez a rész kap megerősítést, ezt akkor hívhatjuk a fényes részünknek, és azt a részt, amit nem szeretnénk, hogy meglássanak, azt hívhatjuk a sötét részünknek. Tehát egy picit mindegyikünkben jelen van a Jekyll és a Hyde szindróma, ha ismerik ezt a történetet. Tehát van egy ilyen napvilágon élő, elfogadható részünk, és van egy olyan sötét felebarátunk, ahogy Gyökösi Bandi bácsi mondja, akivel nem nagyon akarunk egy platformon megjelenni. Ebből az következik, hogy az a rész is meg akar nyilvánulni, és ez a rész, ez rávetítődik a külvilágban olyan egyedekre, helyzetekre, amelyek kifejezik azt az energetikát, amit elnyomtunk, amit elfojtottunk, azt a pszichikus energiát. És ezek után mi ezeket az embereket behívjuk a saját életünkbe. Még egyszer mondom, mi hívjuk őket be? Ezek az emberek, akikre rávetítjük, tehát projektáljuk a sötét részünket, ők valójában csodálatos dolgot tesznek, mert értünk játszanak el egy szerepet, bár ők sincsenek ennek a tudatában, értünk játszanak el egy szerepet, hogy ezek a részeink, amelyek a teljességhez hozzátartozó részek, az egységhez hozzátartozó részek, ismét bekerüljenek a megvilágításba. Hiszen egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak. Mindenki az Isten fele törekszik. De ha így jobban érthető, mindenki a fény fele törekszik. Tehát a sötétben lévő rész is oda törekszik. És mit gondolnak, miért az a neve Lucifernek, hogy Lucifer? Hát azért, mert a nevében ott van a lux, ami azt jelenti, hogy fény. Lucifer a fényhozó. Tehát ez azt jelenti, hogy Lucifer is elvállalt egy szerepet. Elvállalta a sötétség fejedelmének a szerepét azért, hogy legyen nekünk ebben a duális világban hasonlítási alapunk. Lucifer is a fény fele törekszik. Lucifernek is fontos, hogy visszatérhessen isteni önmagához. Mi a megoldás? Ez eddig a filozófia volt. Hogy lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Hogy jelenik ez meg számunkra a gyakorlatban? A legjobban nyomon követhető az, hogyha valakivel szemben heves indulatot érzünk, negatív indulatot. Ha valakit nagyon utálunk, gyűlölünk, ha valakit nagyon szeretnénk negálni, hárítani, eltüntetni az életünkből, vagy az is megjelenik, hogy valaki valamilyen módon szerepel, valamit csinál, és nekünk rettenetesen allergiásak vagyunk arra a viselkedésre, ahogy ő viselkedik. Na, ez egy nagy tanítás, mert ez azt jelenti, hogy ezek mind azok a részek, amelyeket magunkban utálunk, amelyeket magunkba elfojtottunk. Tehát a gyakorlati megoldásként azt a javaslatot tenném, és hozzá kell tegyem, hogy nálam elég jól működik, én már így élek, hogy bárki, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy valakivel szemben ne legyen ellenérzésünk, mert a tudattalamban elnyomott árnyékrészünk az kivetődik erre az emberre, vagy erre a viselkedés formára. Tehát ez tény, ez van. Igen, de én abban a pillanatban, ha tudatos vagyok, mondhatom azt, hogy hoppá, mi a bajom nem ezzel az emberrel, nem ezzel a viselkedési formával, hanem a bennem élő megnyilatkozással, hiszen az ott kint nyilatkozik meg, de bennem van. Nehéz ezt elfogadni. Még nehezebb megdolgozni. Majd még visszatérünk rá. Szerintem így elsőre most ennyi.
Köszönöm, hogy meghallgattam.